Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de manapság a hatalmas játékdömpingben gyakran találkozunk azzal az elvárással, hogy egy játék mutasson valami újat. Például legyenek benne extrém, még sosem látott helyszínek, hiszen már olyan unalmas, hogy folyton az erdőben vagy egy barlangban kell aprítani a szörnyeket. Pedig a jól bejáratott helyszínekben is rengeteg kiaknázatlan lehetőség van. Vegyük a fentebb említett barlangot, amely sokak fejében úgy élhet, mint a nyitott világ egy lehatárolt szelete, ahol a tornányi szörny mögött kötelező jelleggel ott van a kincs. Ezzel a klisével megy igen erősen szemben mostani játékunk, a The Cave. Aha, Double Fines. Ezt a logót látva még sosem kellett csalódnom. A játékról előjáróban annyit, hogy egy logikai feladványokkal teletűzdelt kaland, platformer hibrid, amely Ron Gilbert agyából pattant ki, és csak azért társult a Double Fine-szal, hogy ezt az ötletét megvalósíthassa. Welcome to the cave. That's me, the cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. Mindenkinek van egy sötét hely a szívében. Ezekkel a szavakkal köszönt minket a játék narrátora, aki nem más, mint maga a barlang. Az ő hangja testetlen Vergilius formájában kísér bennünket az egész kaland során, tanáccsal, háttértörténettel és sok-sok humorral szolgálva. Már maga ez a felütés annyira abszurd, hogy nem lehet nem szeretni. Ezt követően megismerhetjük a hét főhősünket, a lovagot, a szerzetest, az ikreket, a kalandort, az időutazót, a tudóst és a mucsait. Mindegyikük rendelkezik saját képességgel, amelyre erősen támaszkodik majd a hozzájuk kapcsolódó történetszám. Hármat választva közülük rögtön beismerészkedhetünk az omladozó barlangba, ahol aztán számtalan hátborzongató kaland vár ránk. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure, but not necessarily in that order. Maga a helyszín végtelenül szürreális és meglepő módon változatos. Megtaláljuk benne az olyan elvárható természeti elemeket, mint a vízesés, lávafolyam és az aranylásztól sújtott bányász. De mindezek mellett akad benne szörny, vidám park, ókori piramis, nukleáris rakéta, sőt még egy lakatlan sziget is. Sejthető tehát, hogy nem egy hagyományos értelemben vett barlanggal van dolgunk. A játék alapvetően úgy épül fel, hogy terelgetjük a három kiszemeltünket helyszínről helyszínre, és a klasszikus kalandjáték recept szerint a továbbjutáshoz meg kell oldani a fejtörőkkel fűszerezett feladatokat. Ehhez többnyire tárgyakat kell gyűjtögetni, melyeket rendeltetésszerűen fogunk használni. Ezentúl elengedhetetlen a jó koordinált csapatmunka, melyhez a különböző feladatokkal ellátott tagok közt folyamatosan váltogatni kell. Barlangban találunk fix, valamint karakterhez kötődő helyszíneket. Előbbi kategóriába tartozik a bányász, a szörny és a sziget feladványa, és ezek bármelyik három karakterrel teljesíthetőek, igaz, bizonyos képességekkel kicsit könnyíthetünk. A tudóssal például meghekkelhetünk ajtókat, így nem kell a különböző karokkal bíbelődni. Fix helyszíneket összekötő járatokban pedig további leágazások nyílnak meg, attól függően, hogy kiket választottunk a tábortűznél. Karakterhez kötött pályarészeket bejárva mindig az adott hős képességeire kell támaszkodnunk, a másik két barlangászunk ilyenkor csak asszisztál. Ah, these three. I had high hopes when they first arrived, but you'd be surprised how useless a clown can be in a high pressure life and death situation. Ami igazán érdekessé teszi a The Cave-t, az a karakterek története.
Mind a hét hősünk rendelkezik saját történetszállal, melyeket úgy ismerhetünk meg, hogy bejárjuk a hozzájuk tartozó helyszínt és megtaláljuk az elrejtett festményeket. Ezeket megismerve rá kell döbbennünk, hogy a narrátornak bizony igaza volt. Mindenkinek lakozik valami sötétség a szívében, amit a kaland során újra át fog élni. Sőt, a játéknak igazából nincs is hagyományos értelemben vett vége. Itt mutatkozik meg a The Cave és Ron Gilbert zsenialitása. Barlang ugyanis a pokol szinonimája. Hőseink valójában antihősök, akiknek valamilyen szenny szárad a lelkén, és emiatt vezeklésű újra és újra át kell élniük a múltat. Ebből a purgatórikus körforgásból pedig csak egyetlen egy kiút van. A játék végén az ajándékból tulajának prezentálni kell egy, a kaland során összegyűjtött trófát, melyért cserébe megkapjuk a karakterünk bűnét jelképező ajándéktárgyat. Amennyiben ezt visszautasítjuk, akkor kapjuk meg a jó befejezést, és ezzel együtt a feloldozást. Igazán mély, nem gondoljátok? Viszont dicséretek ide vagy oda, a The Cave-nek bizony megvannak a maga hibái. Fő negatívumként az újrajátszhatóságot tudnám felsorolni. A remek gondolat és a kiváló körítés ellenére a játék ugyanis nagyon gyorsan ki tud hűlni, lévén nélkülözi a kihívásokat. A fejtörők nem igazán bonyolultak, sőt kifejezetten könnyűek, és csak egyféleképpen lehet őket megoldani, így a logikai kaland aspektusa a játéknak két végigjátszás után lecseng. És most jöjjön egy kis matek. A hét főhős kétféle befejezésének eléréséhez minimum 5 menetre van szükség. Hiába szerettem az ötletgazdag helyszínt, a humort, a rajzfilmeket idéző látványvilágot, az igazság az, hogy az alternatív befejezéseket már én is csak YouTube-ról néztem meg. I'm no lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. Mi tehát a végső ítéletem a The Cave-ről? Az, hogy ez egy remek játék, ami ha rövid ideig is, de igen szórakoztató. Bár az oldalnézetes kalandjátékok aranykorát már nem tudja visszahozni, de talán sikerül megmutatni a fiatalabb generációknak, hogy milyen nagyszerű is ez a méltatlanul háttérbe szorított műfaj. Engaged. All systems go. Launch in T-minus 5, 4, 3, booster harness decoupled, 1, nuclear missile launch commenced, estimated death toll is 100 million, with an error margin of 2 million, please wash hands after launching missile.